A Prohászka templomban Kassap Istvánra, a szent életű kispapra emlékeztek halálának 88. évfordulóján. Az alkalomból Spányantal megyés püspök, az egyházmegye főpásztora mutatott be koncelebrált szentmisét a hitvalló tiszteletére. Szeretett testvéreim, amikor Kassap Istvánt tiszteljük, és az ő boldog avatásáért imádkozunk, akkor nem elégséges az ő alakját fölidézni magunk elé, hanem tőle tanulnunk kell. És tanuljuk meg most ezt, hogy legalább naponta próbáljuk meg megújulva, újra meg újra elkezdve az életünket az Istennek szentelni. Próbáljuk meg naponta újra meg újra háttérbe hagyni a magunk elgondolását, a magunk akaratát, a magunk vágyait, és egyre inkább próbáljuk meg kimondani hitelesen, őszintén, amennyire csak tőlünk telik, legyen meg a te akaratod. A szentmise végén Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke tett tanúságot arról, hogyan őrizte családja Kassap István tiszteletét, aki hitük szerint megmentette édesapja életét, mikor megmenekült a málenkény robottól a kispap közbenjárására, és képét ruhájában elrejtve szökött meg a fogság elől. Édesapám az kortársa volt Kassap Istvánnak. Édesapám 14-ben született, Kassap István pedig 16-ban. És én nem tudom, hogy mi volt köztük a kapcsolat, de valami olyan erős lelki kapcsolat lehetett, ami miatt aztán őrizte ezt a képet, mint egy kegytárgyat. Kapaszkodott bele. A szentmise után a hagyományokhoz hűen a papság, az arándokok, a cserkészek és a hívek a főpásztor vezetésével Kassap István sírjához vonultak és kérték további közbenjárását, illetve imádkoztak mihamarabbi boldoggá avatásáért.